A 10-nél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásoknak csupán 12%-a hirdeti tevékenységét az online térben, és csupán 42%-uk rendelkezik honlappal. Ezekkel a sarokszámokkal Románia sereghajtó az Európai Unióban. Ennél az online marketing ügynökségnél több tucat ügyfélnek dolgoznak a hirdetésein. Menyhárt Zsuzsanna azt mondja, a romániai vállalkozások zömét az online marketing platformok bonyolultsága rettenti el azok használatától, illetve a helytelen ismeretek, hiszen sokan úgy gondolják, az internetes hirdetés drága mulatság. Hogyha valaki kihagyja azt, hogy online hirdessen, akkor elveszít ezáltal egy olyan csatornát, amivel nagyon könnyen célozhat kimondottan olyan embereket, akik az ő célcsoportját képezik, nem tudja mérni hatékonyan a hirdetéseit, és emiatt pénzt is veszíthet. Nem csak az ügynökségek foglalkoznak hirdetésekkel, vannak olyan cégek is, akik e célból alkalmaznak marketingest. Butián előd azt mondja, kár lenne kihagyni azokat a lehetőségeket, amelyeket az internet népszerűsége ad a vállalkozások számára. A klikkelések számának alakulása, az elért közönség, és ami a leglényegesebb, a tényleges profit is mérhető. Mindez azért lehetséges, mert a ma embere már nagy mértékben az interneten él. Vagy egy keresőmotorban fog rákeresni, vagy hát ugye ismeretes a Facebook, mint internet platform, és azon belül is ugye nagyon sokan keresnek, ugye ott is vannak hirdetések, és hát ha azt akarjuk, hogy minél nagyobb célcsoporthoz eljutassuk a szolgáltatásainkat, a termékeinket, akkor, ahogy említettem, elengedhetetlen, hogy ezeket ne használjuk ki. 2016. októberében az internetet táblagépen vagy egyéb okos készüléken használók aránya megelőzte a laptopot vagy a személyi számítógépet használókét, mutatja egy felmérés. Ez is azt mutatja, a romániai vállalkozások nagy lehetőséget hagynak ki, ha továbbra sem számolnak ezzel.